Ez én vagyok. Sziasztok, eljöttem két kedves barátommal, Gergővel és Danival, hogy rettenjünk egy jót együtt egy órán keresztül. Kaptunk egy ilyen mécsest, és tulajdonképpen ezzel fogunk tudni világítani benne a helyen. Indulunk. Leszögezném, hogy nagyjából lehetetlen egy ilyen szabadulós játékot úgy bemutatni, hogy az ember nem elője a poénokat, így mi sem árulhatunk el semmit. De hogy honnan jött az ötlet? Tavaly voltunk egy ilyen játékon, egy ilyen escape room játékon, és akkor találtuk ki, hogy ne csak a szabadulás legyen a lényeg, hanem próbáljuk meg egy picit félelmetesebbé is tenni a történetet. Tehát annak érdekében, hogy kicsit izgalmasabb, félelmetesebb legyen. És így gyakorlatilag megcsináltuk ezt az egyiptomi halotti kamrát. Mit látsz, Gergőr, hol érkeztünk? Hát szerintem kamrára. Vissza kell dolgozni a csapatnak is, illetve hát azok a feladatok, amik ki vannak találva, azokat megpróbáltuk úgy összerakni, hogy korhű legyen, ha már egyszer egy egyiptomi halotti kamráról beszélünk. 12 éves korosztálytól kezdve voltak már 50-60 éves játékosaink is, változó, tehát nem korosztályfüggő. Tehát vannak olyan játékosok, akik igazából egyáltalán nem félnek, teljesen mindegy, hogy akár az élő kaszással is találkozhatnának, akkor is végignevetnék az egészet. És vannak olyan játékosok, akiknek csak kijelented azt a szót, hogy sötétség és bezártság, és onnantól kezdve már a verejték ezre menekül. Tehát nyilván voltak ilyen és olyan játékosaink is. Azt kinézni? Ez én vagyok. Összességében maga a játék 3-4 óra, de ugye előtte rákészülés, utána a levezetés, tehát összességében egy órás interaktív program. Hát szégyen szemre nekünk nem sikerült megoldanunk az összes rejtét, mert azt hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen csak ennyire voltunk tőle, hogy éreztétek magadat, hogy srácok. Elég izgalmas volt. Meg... Jó időtöltés. Nem biztos. Igen, a legtöbb időt azzal töltöttük el szerintem, hogy olyan elemeket próbáltunk keresni, amik így nem voltak. Tehát így próbáltuk mozgatni a falon a díszleteket, meg minden, hogy esetleg... Látja, ezután máshogy fogjuk nézni a logikai részét, akár a életben a dolgoknak. De elég izgalmas volt. Hát minden esetre összességében nagyon élvezzük, úgyhogy csak ajánlani tudjuk nektek.